Sziasztok, Halpert Viktornak hívnak, 32 éves vagyok, és azért neveztünk be egy kollégámmal erre a Bücker robotépítő versenyre, hogy megpróbáljuk azt, hogy mit tudunk összehozni ez alatt a két hét alatt, ami rendelkezésre állt. Emellett pedig szeretnénk, ha jól éreznétek magatokat, amikor bemutatjuk a robotot. Ez nem biztos, hogy így lesz, de remélem benne. Ez a kukacomat, Mata, szia! Kukacomata úgy hívják. És mit tud? Hát majd meglátjuk. De biztos, hogy semmi hasznos. Igen, valószínűleg nem lesz hasznos funkciója. Na nézzük. Azt nem értem, hogy kicsi buta. Így arra tekintettel, hogy így részt kellett venned a produkcióban, tervezett továbbfejleszteni, hogy így jobban megtaláljuk? Mindenképpen, mert hát az elem az nem sokáig bírta. És közben elaludt, tehát produkció közben. Valaki akart amit kérdezni? Ez mire jó? Én nem tudja enni. Az almát még nem tudja? Igen. Hát igen, tehát hogy az almát még nem tudja. Ez egy fontos funkció lenne, de még ez nem került implementálásra. De az nem lenne egy veszélyes funkció, mert akkor tudna valamit csinálni? Nem lenne. Én inkább te elfogadnád? Igen. Ha nem narkolepsziás kukacsal próbálkoznál, szerintem érted, sikeresebb lenne a produkció. Te egyébként én nagyon nem értek hozzá, de mondjuk ha kettő elemet tettél volna egy helyet, az nem... Van nálam pótelem, de most nem akartam beletenni. Akkor figyelj, ez direkt volt narkolepsziás ez a kukac, ez koncepció. Valami nem fél ez a kukac attól, hogy lepermetezik? Szerintem biztos fél, és azért inkább most elaludt. Inkább visszahúzódott. Pontozzatok! Pont. Ez a lihegés mindig azt jelenti, hogy ti jöttök. Volt 2-9 pontosunk. Why did you like it so much, this little worm that fell asleep in the middle of being on stage? Ahogy néztem, nagyon szomorú érzéseket keltett bennem. Milyen érzelmi húrokat pengettél 9 pontért? Te is elszomorodtál nagyon, amikor nézted a kukacot, mert te is 9 pontot adtál, ez egy nagyon magas. Szerintem baromi jó. Én azért adtam 9 pontot. Ti kollégák vagytok? Nem. Köszönjük szépen.